10 nappal a választások előtt is sorra kerülnek elő a kormány számára kínos ügyek, rég volt hangos ennyi botrány túl a közélet. A közvéleménykutatások azonban nem egybehangzóak abban a tekintetben, hogy egy-egy hír mennyire lépi át az emberek inger küszöbét. Abban azonban mindegyik kutatás megegyezik, hogy még mindig jelentős a Fidesz fölénye az ellenzéki pártokhoz képest. Változhat ez a finisben? Erről is kérdezzük Görögi Bolyát és Vágó Istvánt. Az olyan csúnyán hangzik, hogy fogy az idő, de fogy. Kezicsókolom. Jó estét kívánok. 10 nap. Azzal kezdtem a műsort, hogy holnaptól egy számjegyű a visszaszámlálás, az már azért a célegyenes. Mire elég ez a 10 nap még? Hát én ne várjon most tőlem politikai értékelés, mert én aztán végképp autája vagyok. Szavazó? Elmegy leadni a voksát? Akkor hogy ne várni? Amit én ettől a 9 naptól még félek, az az, hogy még jobban, még durvábban jönnek be olyan közéleti protokoll viselkedési hibák, amiktől már eddig is ennyi megérzést kaptam. Hát mert aztán nem bírom elfelejteni. Na jó, de egy protokollos akkor hogy adja le a voksát? Annak alapján, hogy ki hogy viselkedik? Nem csak az, hogyha valaki szimpatikus nekem, és a politikája szimpatikus, de nem jól, valamit rosszul csinál, akkor az rosszul esik. Ha meg olyan valaki csinál rossz hibát, akinek eleve negatív a megítélésem, ott megörülök. Na arra meg azt mondja, hogy persze, hát honnan tudna pont? Hát drága Vágó úr, ennek alapján lehet kategorizálni a politikusokat? Természetesen. Mindenfajta módon lehet a politikusokat kategorizálni. De nem úgy van. Ibolya azt mondja, hogy ő elmegy szavazni, egy választó. Hát akkor hogy ne várhatnám el, hogy legyen politikai véleménye? Ha hajlandó megosztani velünk, persze. De ezt Ibolya el is mondta. Ez így rendben van, nem? Ugye én figyeltem a sorrendre, hogy hogyan fogalmazik Ibolya, és azt mondja, hogy hát hogyha az a politikus nekem rokon szenves. Tehát a személyiségére. Hát persze, abszolút. De szerintem nem csak én. Gondolom, hogy arról is beszél, hogy jelenik meg, hogyan gesztikulál. Meg egyáltalán, amikor a nép között fordul, akkor mennyire esetlen, vagy mennyire ért hozzá. Így tehát van. Hiszen ezeken fog múlni az, hogy ott a nép megválasztja, vagy nem. Hát persze. Tehát amikor Orbán Viktor odahajol a kisgyerekhez, és kezet fog vele, az cuki. Az hát nagyon édes. Aki Orbán nem. Viktort szereti, azt mondja, de na kedves. De hát Orbán Viktor, aki nem szereti, azt mondja, felháborító. De mekkorát bukottam Egerben, mikor lement ugye spontán lakás vagy családlátogatásra, és tényleg egy spontán kukás gyerek oda ment hozzá. És nem tudta, hát nem tudta kezelni a helyzetet, hanem de hátba veregette meg minden, de az egész nevetséges lett. Hát Orbán Viktor nevetséges lett. Én szerintem nem kezelte ő azt ott rosszul. Szerintem sem. Ha ugyanis az lett volna az ő tanácsadóinak a véleménye, hogy ez esetlen, hogy ez kicsit szegletes, akkor nem vágták volna bele ebbe a filmbe. De ez egy fontos kérdés. Egy politikusnak mindig vérprofinak kell lenni? Nem szabad esendőnek, és vonatkoztassunk el a szemét, hogy Orbán Viktor, nem szabad esendőnek mutatni magát? Dehogy nem. Hogyha a szituáció olyan, hogy az valóban indokolja azt, hogy én most esendővé vált, de amikor választási időszak van, akkor minden egyes centjét ki kell számolnia arra, hogy az esetlensége most hoz vagy visz. És erre vannak az ő kommunikációs szakértőik, akit egyébként én borzasztóan haragszom, mert a kommunikációs szakértők az ugye Amerika, USA-ban képződtek, és egész más tanultak meg. Mert Amerikában, ugye 201 néhány éve van USA, ott eleve a demokráciának született meg az egész ország, és az elnök ezáltal egy az emberek közül. De ha belegondol Európában, nálunk, az Európaságban, mindig volt hol egy császár, hol egy király, hol egy... Az európai ember föl akar nézni a vezetőjére. Azért, mint egy az emberek hát, közül. De amit mond, az azért izgalmas. Milyen érdekes lenne csinálni egy olyan filmet a különböző jelöltekhez, mondjuk miniszterelnök jelöltekhez, hogy nem mindenkihez. Oda megy egy hajléktalan. És kandi kamerával megnézni, hogy ki mit tud ezzel a helyzettel kezdeni. Ha kandi kamera, akkor az már nem ugyanaz a szituáció. De az ugyanaz a szituáció, mert az egy valódi szituáció. Azért tehát mondom. Tehát elhajtja, beszélget vele, kedves egy vele, lekezelő vele. Mindent megtudnánk az emberről, magáról, vagy szinte mindent. Igen. Érdekes lenne. Hát csak ezt nem engednék meg levetíteni. Hogy? Persze. Mert ehhez sajnos a DK-nak is van amerikai szakértője. Igen, csak olyan alanyai vannak hozzá, akik tudják azt adaptálni, tehát nem esetlenek abban a szituációban. Mert hogy Gyurcsány Ferencekhez jobban megy, mint Orbán Viktornak? Igen, mert ő benne van egy színész szívére eleve. Már elnézést, hogy így fejezem ki magam, tehát ő föl tud még lépni. Még egyelőre nem tudom, hogy dicséret vagy kritika. Mert ő föl tud lépni, és el tudja adni azt, amit ő éppen mond. Tehát benne mindig a svungot érzem. Ez kétségtelen. Szóval ez egy érdekes dolog lenne, ez valóban így van.
Én még hozzátenném azt, hogy ha esetlen a politikus, akkor azért esetlen, mert azt tanácsolták neki a spindoktorok. Tehát ő nem a saját szakállára. És valaki ezt meg tudja csinálni, van, aki nem tudja megcsinálni. Nyugodtan szerencsétlenkedj, az jó lesz, az most itt jól fog jönni. Igen. Tehát nem hát kell slágfertinek. Hát ezt nagyon-nagyon meg kell tudni szervezni. Hát viszont persze. A protokollban viszont tényleg olyan hibák vannak, amit már nem lehet megbocsátani. Meg nevetséges. Hát persze, most mindent átadnak, most hintát átadnak, kilátót, most ami csak jön, mindent átadnak. Miért egy belvárosi hinta, mekkora öröm? És akkor van ez a szép hosszú szalag, és akkor mindenki oda menj, hogy és akkor tartja, mint a levestésztát. Azt látta, amikor 9-en vágtak át egy hát de szalagot. Hát ettől én egyszerűen röhög, bocsánat, nevető görcsöt kapok. Átállt, ahogy annak idején, ugye, azt mondom, a Gyurcsány adta át a Pentele hitat, és az én általán tehát a diplomáciai protokollban elfogadott szabályok szerint csinálta meg, hogy fogta, elvágta, és a szalagdarabot visszarakta az olóval a párnára. Látta volna a tömeget, hogy és a szalagdarab, hát nem kapunk szalag, mindenki elájult, nem volt szalagdarab. Tehát most mindenki osztogatja ezeket a darabokat. Azt hittem, hogy gyűlik a zsebünkbe, olyan is volt egyébként, ez amikor Medgyessy meg a román elnök határavatás volt, és akkor a román elnök egy kusza gondolatul hajtva Medgyessynek így a szívásabébe bedugta a nemzeti zászlót, állami jelképet védelme. És a Medgyessy így lesápadt, mit tudott csinálni? Hát ő meg a román elnöknek dugott be egy szalagdarabot. Már a diplomácia egyelőre már nem se volt, már nem volt más. Tulajdonképpen jól reagált. Hát csak így tudott reagálni. Muszáj elmondani. Bocsánatok, kérek. Csak az átadásokról jut eszembe, hogy azért néhány átadás emlékezetes. Ugye például a Mercedes gyárat, ha már imént említett Gyurcsány Ferenc, hozta be Magyarországra, és ki adta át? Orbán. És kit nem hívott meg? Gyurcsány. Vagy itt van az M4-es metró, ugye? Ki az, aki elsősorban, hogy mondjam, sok mindent megtett azért, hogy legyen? A Demszky. Ki adta át? Hát a Tarlós. Tarlós. Kit nem hívott meg? A Demszky. Kit vádolnak azzal, hogy mindenféle disznóság történt a M4-es metró építésére? Jó, én ezt, igen, természetesen én ezt most elkerültem, de maga az átadás, az ilyen furcsa körülménye. Hát gesztusokban furcsán gazdag ez a kor. Ez a dolog lényege. Ez a dolog. És milyen érdekes, egy liberális szemléletű ember számára az ízlés az nagyon fontos. Én szerintem ezek ízléstelen lépések. Na de egy szakember számára is, ugye Iba, jól sejtem, kifejezetten a szakmáról beszél, amikor a protokoll problémákat hozza. Tehát nem is feltétlenül arról van szó, hogy megadom el a tiszteletet a másiknak, nyilván az is hozzátartozik, hanem hogy nem tudják a szakmát, azok az a protokollosok, akik ott vannak. Az elementális közlekedési szabályokat nem ismerik már meg. Tehát közlekedési? Egymás közötti, tehát úgy értem, hogy egymás kommunikáció, közötti kommunikációkat. Például ez az ormotlan csúnya, a útszéli beszéd. Hát ilyeneket kimondani, nem, most nem akarom mennek az újságíró akárkinek a nevét még kimondani sem, mert annyira haragszom rá. Olyan szavakat mert kimondani és leírni, amitől egyszerűen józan értékű ember elájul, még hogyha ő ki is mondaná, de hát ő is kimondja. És ezt átveszi a politikai kommunikáció is. És tudja, én azért rájöttem, hogy ez miért van ez a szörnyű ormotlan beszéd a közéletben, mert az átlag ember mire figyel föl? Vagy a humorra, vagy a durva beszédre. Erre kapja fel a fejét. Hát humor kevés van. A humorhoz intelligencia igen. kell. A humorhoz intelligencia kell. Én még kell. Emlékszem talán 1990-ben, 90-91-ben kimondta azt, őrült fel hördüléssel kísérve, hogy a kormány hazudik. Nem a Torgyán bácsi volt? Orbán Viktor. Viktor mondta? És ezt mondta az Antal kormányra, és napokig cikkeztek arról, Dobra Gábor kollégám, aki a hogy lehet... Hogy lehet azt mondani, hogy hazud? Azt mondja, hogy 90. október valóban Orbán Viktor, ez a kezdet kezdete úgy volt. Amikor ez még szokatlan volt. Na most, amit viszont Ibolya mond, Bajer Zsolt szóhasználata, mert én kimondom ezt a nevet, nem értne, az valószínűleg arról is szól, hogy őt ez ügyben tolják is előre. Tehát, hogyha ő sok végtelenül durvát mond, akkor utána megszólal a német Szilárd, és mond egy hasonló, de mégsem annyira nagyon durvát, akkor az úgy rendben van. Hát. Nincs rendben, mert a német Szilárd sokkal több emberhez, értem, hogy nincs sokkal több emberhez jut el, mint ez a másik. Hát, mert az csak az olvassa, aki akarja. A német Szilárd szóval megjön a tévében. Szóval tulajdonképpen, bocsánatot kérek, Ibolya, megfejtette a dolgot, nyilván azért beszélnek így, hogy feltűnést keltsenek. 1990. októberében, ugyanis ez bevezette szerintem a taxisztrákot, ez a taxisztrák idején történhetett. És akkor természetesen ezzel... Az ígéretek számon kéréséről szólt, ez a taxisztrák utáni ülésszak volt, és... Jó, mindegy. És mit ígért a kormány, igen, és mit teljesít a kormány? Szóval a tematika ez volt.
De a dolog lényege az, hogy igen, ez is egy kiszámított nyelvhasználati ügy volt, mert nyilván Orbán Viktor akkor tudta, hogy ha így beszél, akkor arról, akkor az téma ilyen lesz. Ilyen durván. Na de utána aztán jött a Hunce-Tordján féle párbeszédek tömkelege. Azok amikor szellemesek azért, hogy ahhoz intelligencia kell, és arra megint csak odafigyeltek, azt mindenki ismert, és mindenki tudta. Nem az változott meg, hogy nem csak a politika, hanem mi magunk is. Na most ez egy értelmes magyar mondat volt, de szerintem mindenki el. Tehát, hogy ezek egymásra hatnak. Tehát, hogy olyan szinten durvult el minden, hogy a politika megpróbálja átszakítani a falakat. Én úgy gondolnám, hogy az inger küszöbünk megnőtt, magasabb lett. Igen, és ennek azért a médiában is, médiának is nagy szerepe van. Na itt vagyunk akkor a most ugye sorra jönnek azok a hírek, amelyek a kormány különböző olyan tevékenységét veszik figyelembe, amelyek megkérdőjelezhetőek. Tehát hallunk itt a Kósa ügyről, hallunk itt a letelepedési kötvényről. Persze, ez könnyen lehetséges. Na, de pont ez az izgalmas benne, hogy ez eljut így az emberekhez? Tehát ez nem, mert ugye nem az a szóhasználat ezekben a történetekben, mint amit a kormány oly gyakran különböző ellenzéki politikusokkal szemben használ, hanem hát megpróbálunk a tények mentén valahogy haladni. Eljutunk az emberekhez vajon? Miközben az itt a média szerepét kell megkérdezni, mindez az emberekhez hogy jutna másképpen, mint a médián keresztül. És ugye az értelmiségi kör, amelyik ugye még kíváncsi más véleményre, és az meghallgatja, még hogyha fideszes is, meghallgatja a másik felet is. De az a tömeg, amelyik valóban meg fogja szavazni, vagy ha egyáltalán elmegy szavazni, és valamit választ, az a tömeg még a cáfolatát sem hallja, mert a köztévé még a cáfolatát sem adja le a hírnek. Tehát neki fogalma nincs ezekről. Idefele jövet hallgattam kivételesen egy jobboldali fogantatású rádióadót, ahol Harrach Péter elmondta, hogy a ellenzék oldaláról tapasztalható gyűlöletkeltés és az összes kampány szempontú vádaskodás az mind elviselhetetlen, mert amiről beszélni kell, azok az eredmények és a migránsok természetesen. Tehát minket de az ő oldaláról nézve ki igazából. De ez legalább egy kifejtő mondat volt, tehát én azért mondtam, bocsánatot kérve, előbb azért reagáltam, mert hogy kampány, kamu, ezt ma hallottam valamelyik új hírre. Valamelyik hát, megint milliárdos, szív, úgy van az én kedvencem, igen. Hogy egyszerűen nem reagálnak ezekre a dolgokra. Tehát tényszerűen vetünk fel, bocsánatot kérek a többes szemező személyre, tényszerűen vetünk fel megtörtént és dokumentált eseteket. És ezeket a dolgokat az, vagy azzal söprik le, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, vagy ugye körülbelül egy évvel ezelőtt volt a milyen lesz a húsvétjük, ugye ez Matolcsi volt, jó, és most ez a kampány kamuszöveg. De az ellenzékre hat az, amit a kormány művel. Tehát Lázár János mond egy mondatot a cigányságról, mi szerint ők nem tudnak beilleszkedni 600 éve, mit várnánk a migránsoktól. Ezen az ellenzéki szavazók egy része nyilván felhördül, és nyilván az ellenzéki politikusok felhördülnek. Az ellenzék mondja, hogy hova tűntek a közvilágítás pénzek, hova tűntek vagy mit írt alá Kósa Lajos okiratokban. Mennyi időt van ez sorol? Eljut ez ugyanúgy mondjuk a fideszes szavazóhoz? Hogy jutna el? Hát mert én elmondom. Ha csak az országot járván el István nem mondják. Ön is elmondja. Járván el nem mondják. Hát én az én körömben persze, hát azért az én baráti köröm olyan, hogy ezeket tudják. De mondjuk ezt egy kis településen, ahol tényleg nincsen információ, csak az a helyi újság, legfeljebb meg a helyi köztévé, azok honnan tudnák ezt meg? Rácsodálkoznak a kampány rendezvényeken a történetekre? Azért nem, tehát nyilván azt kérdezett, hogy én mit tapasztalok ott, azért nem, mert oda eléggé közélet iránt érdeklődő emberek jönnek el. És tudják, hogy a DK rendezvényére mennek, tehát tudják, hogy mire számíthatnak. Én sokszor kezdem azzal, hogy azt tegye fel a kezét, aki tudja, hogy ki Tiborcz István. És hát csalódottan veszem tudomást, hogy mindenki felteszi a kezét, miközben tudom, hogyha kimennék az utcára, és megkérdezném az első vagy a második járókelőt, ott már csalódnék. És sajnos az utcán többen vannak járókelők, mint akik eljönnek hozzám. És itt van a különbség, hogy a bizonyos kommunikációs szakemberek munkája, hogy nem arra kell megtanítani egy politikust, hogy a saját körében mit mond, hanem hogy az utcán el tudja elmondani ugyanezt. Bölcs mondott a végére. Köszönöm szépen. Köszönöm.